5 idegenbeli meccset követően lépett pályára hazai környezetben a Kisvárda, amely a tavaszi nyitófordulóban aratott 10 gólos kecskeméti győzelme után abszolút esélyesként fogadta az Orosházát. Az első félidőben 9 gólos előnyt szereztek a hazaiak, 15-6-os állásnál vonulhattak a nagy szünetre a csapatok. A második 30 percben már döszögősebb volt a várdai támadójáték, de amikor szükség volt rá, Rácz Sándor rendezte a sorokat, így egy pillanatig sem forgott veszélyben a KKC győzelme. Az első félidőt egy összeszokott, dinamikus, harcos csapat oldotta meg, meg is látszott a gólkülönbség. Voltak hibák, de úgy gondolom, hogy igazából ott folytattuk, ahol Kecskeméten a bajtuk. Míg Kecskeméten 7 gólt hoztunk a kispadról, addig itt is adtam lehetőséget több játékosnak, de a másikat, ezt a csapatot megvertük 7 góllal idegenbe. Tehát gyarló az ember, és ilyenkor tudat alatt kicsit kienged, nem összpontosít úgy, és néhány olyan triviális alapvető hiba is becsúszott, hogy az ellenfelet felhoztuk, és így ilyen kínlódós második félidő lett. A kisvárdaiak irányítója, Bízik Boglárka szerint a győzelmekben annak is szerepe van, hogy egyre inkább összeérik a csapat. Úgy érzem, hogy most már sokkal jobb, mint ami össze volt. Egyre jobbak vagyunk, összhangban sokkal jobban érezzük egymást a pályán. Ezt szerintem annak is köszönhető, hogy most januárban edzőtáborban is voltunk, egy hétig összezárva voltunk. Nagyon sok időt töltünk itt a csarnokban is együtt, mert valamikor napi 2 edzésünk van, és szinte folyton együtt vagyunk. A Kisvárda a következő fordulóban idegenben lép pályára, szombaton Nyíradonyban vendégszerepelnek Lévaiék. Egy évek óta összeszedett, szolid, de nagyon-nagyon szigorú törvényszerűségekre épülő kis csapat. Most az Egri dobó kupán láttuk őket, még egy új védekezési variációt is gyakoroltak, tehát nem lesz egyszerű dolgom. Az NBA-bi keleti csoportjának tabelláját az Egri Eszterházi Főiskola csapata vezeti 27 ponttal, megelőzve a 26 pontos Kispestet és a 23 pontos Kisvárdát. A Nyíradon 8 ponttal a 12. a táblázaton.